Tajvani fiatalokkal táncol Stanó Hédi ezen a felvételen, míg férje Székely Levente hegedűn kíséri. A házaspár több ország diplomáciai testületében is megfordult világszerte, de mindenhol igyekeztek népszerűsíteni a magyar kultúrát. A házaspár története Erdélyben kezdődött. A népzenész Székely Levente egy visai bálban ismerkedett meg leendő feleségével, aki a Balettintézet néptánc képzésében vett részt, és gyűjtőúton volt mesterével. A prímás megállította, lehúzta, ahogy mondani szoktuk, a zenét, és elkezdett ott magyarázni, hogy túl nagy a por, és locsolják fel a helyet, és mit tudom én. Ó, mondom, ki ez az unszimpatikus fiatalember, aki most az én gyűjtőutam kezdetén itt rögtön akadályokat támaszt. Hát ez a fiatalember a későbbi férjem volt, akit aztán, mikor újra a kezébe vette a hegedűt, akkor megbocsájtottam neki, és azóta is 42 éve folyamatosan megbocsátok neki. Nem sokkal ezután házasságot kötöttek, majd jött a felkérés, és Székely Levente nagykövet lett. Éltek Bukarestben, New Yorkban, Genfben, majd ezt követte Tajvan. Tárcán hordoztak minket, ott különösen vevők voltak erre, és ugye távoli rész nem sokat tudtak Magyarországról, de a hegedüléssel, táncolással bekerültünk a sajtóba, a televízióba, a külön újévi műsorban szerepeltünk a külügyminiszter helyettes asszonnyal, utcán fölé ismertek, mert tudták, hogy mondták, hogy Nishu Songyálítás, vagyis ön a magyar nagykövet, és hát ez egy nagy elégtétel. A házaspár 2 éve Székesfehérvárra költözött, hiszen gyermekeik is itt telepedtek le. Már nyugdíjas éveiket töltik, de még most is aktívan tevékenykednek. Székely Levente életében most a zenéje a főszerep, de a politikát is figyelemmel kíséri. Stanó Hédi filmrendezéssel tölti a mindennapjait, melyek fő témája természetesen a népzene és a néptánc.